Down your lane, dun, 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 dun. Moje ste Fabrina, Beatles relikviák Egerből, Peterdi Gábor. Beatles, elmondom még egyszer, Beatles. Nem, jó ez. Drifter, sikerfilm egy rossz fiúról. Kinek van jogosítványod? Hörher Gábor és Steinbach Richard. Autós üldözés és határsértés. Szente vagy. És akkor jött mögém, és akkor jött mögém, és akkor mindig úgy valahogy követett. Élete az operett. Oswald Marika. Hát én mindennel úgy vagyok, hogy először meglepődök, és aztán a második pillanatban azt mondom, hogy jó. Akik gyerekek maradtak a Kelemen kabátban. Köszönjük szépen, Isten hozta kedves minnyájukat, jó estét kívánunk! Falábú székely ember utazik a vonaton udvarhely felé, vele szembe ül egy másik, ugye hát nem sokat beszélnek, semmit nem sietnek el, aki szembe ül, úgy szíja a pipáját, hát egyszer csak megszólal a falábra utalva. Bükk! Nem a... Mennek egy órát. Fenyő? Nem a. Már túl vannak megint egy 100 kilométeren. Akác? Nem a. Akkor után kőr is? Az a. Az a jó, az legalább nem zsibbadik. Hát kérem tisztelettel, a jamaikai drogdíler lekerül a pokolba. Pii, hát vegyes érzelmekkel csörtet be a pokolba. Látja, hogy csodálatos kenderültetvények, óriási bugákkal minden teljesen felvillanyozódik. Járkál össze-vissza, egyszer csak szembe jön vele Bob Merli egy hatalmas panglival. Hello Bob, örülök, hogy látlak, figyelj, hát nem úgy volt, hogy a pokolra jutunk? Hát én nem értem, akármerre nézek ganja mezők, hát ez itt a mennyország. Mire Bob? De tüzem neked sincs, vazze. Ismertetek. Na hát, kérem tisztelettel, mi általában igyekszünk egy kicsit nagyobb tempóban haladni, és adott esetben nagyobb léptékben gondolkozni, mint olykor politikusaink, most egész Európát beleértve. Hát látjuk, amit látunk, jönnek, akik jönnek, mennek, akik mennek, visszajönnek, akik visszajönnek. Hát mi tisztelettel, saját jövőben látó készülékünk segítségével meg szeretnénk önöknek mutatni, hogy milyen lesz Magyarország 2526-ban. Ugye 1000 évvel a Mohácsi vész után, ugye ezért választottuk a 2526-ot. Hát kérem szépen, sikeres év ez az immáron 300 esztendős Egyesült Magyar Emirátusok történetében. A tricentenárium, ugye? Tricente, 300, ugye? Tricente. A tricentenárium alkalmából felújították fővárosunkban, Babapesten, a Szent István dzsámit, amelyben a kalifa is tisztelgett államalapító királyunk koránt markoló szent jobbja előtt. Majd ünnepélyes keretek között mutatták be az István a kalifa című rockoperát. Az ünneplők azt sem felejtették el, hogy 411 évvel ezelőtt ezen a napon érkeztek meg az első bevándorlók Röszkére, vagy mai nevén Új-Damaszkuszba. Ilyenkor hagyományosan megkoszorúzzák Gyurcsány ajatollak szobrát,
aki miután Szerbiában rekedt, végül Szíriától kapott menedéket. Legnagyobb nemzeti ünnepünk továbbra is augusztus 20-a, az új pita ünnepe. Az új pita ünnepén Semjén Abdullah, a magyar iszlám demokrata párt elnöke, ők apja hagyományát követve betevegel az iszlám hősök terére, ahol kezdetét veszi a nemzeti tebevágta. Végre csador került a Gellért-hegyi szabadságszoborra is, és a budai fonódó villamost is átadják az év folyamán. A pannon-arab nemzet legnagyobb büszkeségére idén nyilvánították a világörökség részévé a hortobágyi szürketeveguját és az afgán puli agarat, valamint a herendi vízipipa manufaktúrát. Idén végre nem csökken tovább a magyar őslakosok száma, akiket a kormány döntése értelmében a felcsúti stadion skanzenben helyeztek el. Legfőbb kereskedelmi partnerünknek és testvérországunknak, Dubajnak hála, a lótenyésztés is nagyot lépett előre, a világhírű magyar versenyló Omar Dóz sorra nyeri a legrangosabb versenyeket. A parlament müezinje minden reggel hangos imára hívó kiáltással ébreszti a belváros lakóit, akik matyó mintás szőnyegeikkel a hónuk alatt sietve indulnak meg az ima stadionokba. Idén is nagy sikerrel rendezték meg a Békés Csabai Kecskekolbász Fesztivált. Az emirátus közbiztonsága stabil, csupán a 300 éve betiltott disznóvágások miatt elszaporodott vadmangalica csordák dúlják néha fel a békés falvak életét. Országunkba rengeteg külföldi érkezik, akik sorra látogatják a megújult önkéntes merénylők terét, a Dohány utcai mecsetet, esténként pedig jókat szórakoznak a belvárosi romkuszkuszozókban, ahol megkóstolhatják a hagyományos magyar tevepacalt, avagy a székely kebabot. Igen, azért, de azért észrevettem, hogy úgy azért kicsit el is gondolkozunk, ugye? Tehát úgy nevetünk is, de úgy időnként átvillan rajtunk, hogy hát eznek talán lehet majd realitása, vagy a fene tudja, vagy talán kicsit van is. Ebben az évben a nézettségi listákat a Pannon Arab Köztelevízió futó sorozat vezeti, a Hegyi Ajatollah. Hegyi doktor. De továbbra is tartja pozícióit a nemrég 1 milliómodik epizódját ünneplő Migránsok köz című teleregény is. Ahmed Vajna, a szerencsejáték pasa, idén leforgatta új filmjét, a Terminátor 112-t, avagy a Korán osztó visszatért. Az ország politikai berendezkedése stabil, az ellenzékbe szorult MSZP, vagyis a Magyar Szír Párt is jól végzi munkáját, míg a Fidesz, vagyis a Fiatal Dervisek Szövetsége biztos kézzel kormányozza az emírséget, biztos kézzel kormányozza az emírséget Viktor Baba vezetésével. Habár az utóbbi hetekben egyre nagyobb gondot okoznak a német kalifátusokból érkező gazdasági menekültek, akik a jobb élet reményében tömegesen indultak meg Szíria felé. Hát kérem szépen,
Van egy angol, pontosabban egy magyar sebész barátom, aki, hogy meg is tudjon élni, időnként egy fél évig Bristolban operál, és ő már több mint 10 éve mesélte nekem, hogy az angol általános iskolába, elemi iskolába a P betűt, amit 100 éven keresztül a pig, a disznó szóval tanítottak, ezt már nem lehet. Mert ez sérti a muzulmán belátogatókat. Ugye Németországban szólnak a német kislányoknak, hogy a szoknyával menjenek egy kicsit lejjebb, pillanatokon belül kendőt is kell kötni, de elmesélek egy sokkal szomorúbbat. Pár éve voltam Bécsben, és egy török taxis vitt. Ugye a taxisok nagy része török, hát ez így rendben van. Hát én megragadtam az alkalmat, hogy egy kicsit beszélgessünk, hogy látja a helyzetet, hol volt még akkor migráció, nem volt semmi ilyesmi. Kérdezem, hogy egy muzulmáról beszélünk, ezt tisztáztuk. Kérdeztem, van-e gyereke? Nincs. Na most ez senkinek nem öröm, de egy muzulmánnak ez a pok, szóval ez elképzelhetetlen. És megkérdeztem, hogy miért, ugye? Hát úgy nem akartam így rákérdezni, hogy talán technikai lag vagy. Azt mondja, nem. Azt mondja, én 30 éve élek Bécsbe. Én idegen vagyok itt, és az is maradok. De 30 év Bécs után, ha hazamegyek Törökországba, ott is idegen vagyok. És nem akarok olyan gyerekeket felnevelni, akik maguk is idegenek lesznek. Köszönöm szépen! Természetesen fel kell készülnünk, ugyebár az esetleges, a bemigráció vagy kimigráció, hát ki tudja, mi lesz itt végül, ugye? A bevándorlás, kivándorlás során felmerülő nyelvi nehézségekre. Ezért egy rövid kis szótárt állítottunk össze a legszükségesebb példamondatokkal. Kérek egy pohár vizet. Kérek egy ügyvédet. Kérek egy drótvágó ollót. Bocsánat, ez a kerítés vezet Európába? Szálljon fel! Szálljon le! Ne szálljon fel, de ha felszáll, ne szálljon le! Ne szálljon le, de ha leszáll, ne szálljon fel! A busz megtelt, várja meg a következő járatot. Az ország megtelt, várja meg a következő kormányt. Európa megtelt, várja meg a globális felmelegedést. Erre van Ausztria, erre van a WC. Válasszon. Szír vagyok, afgán vagyok, Gyurcsány Ferenc vagyok. Beszélek angolul, beszélek magyarul. Beszélhetnék, kérem, a máltai szeretetszolgálat szőke nagymelű képviselőnőjével? Nem vagyok gazdasági bevándorló, nem vagyok terrorista, nem vagyok vízgáz és központi fűtés szerelő. Ismerem a jogaimat, ismerem a magyar törvényeket, nem ismerem Simicska Lajost. Kérek egy teljes árujegyet Münchenbe 18 átszállással. Több diplomás szír közlekedési mérnök vagyok, elmagyarázná, kérem, az átszállójegy használatát. Kaphatnék egy csendes, világos szobát valamelyik magyar pártelnöknél. Kérekóznek a kolbászt hús nélkül. Egy Sony Ericsson Xperia Mini ST5i komplett fekete gyári touchpadet. Apple iPhone 6 Plushoz egy Plantronics Explorer 50 Bluetooth headsetet, multipoint USB töltővel és 3 liter nitroglicerint. Minden
mindent megváltoztattak a szívekben és a fejekben, valamint a fejeken továbbá egy új korszakot teremtettek. Soha egyetlen zenekar sem adott el annyi lemezt, mint ők, pedig csak kis bogarak, azaz Beatles-ek voltak. Tavaly nyílt meg Egerben az emléküket őrző Beatles Múzeum. Hölgyeim és uraim, fogadják szeretettel a gyűjtemény egyik tulajdonosát, Peterdi Gábor! Isten hozott, szevasz, gyere ide! Peterdi Gábor! Azért arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen a Beatles együttesnek a vasfüggöny lebontásában is volt azért némi szerepe. Szóval nem lehetett megállítani, nem volt az a rendőr, nem volt az a kis titkár, nem volt az az osztályfőnök, mindenki növesztette a haját, mint a bolond, nem lehetett a zenét megállítani, másolták, hallgatták Szabad Európa Rádión, később a hazai vasárnapi koktélban, Komjáti György műsorában, szóval megállíthatatlanul jöttek át a dallamok a vasfüggönyön, a hosszú hajról nem is beszélve. Volt egy barátom, ő a bencésekhez járt Pannonhalmára, a hosszú haja disznózsírra kenték be, nem hiszed el, fontos rokkadalék, hátra súvernyákolták, figyúzod? Berakták az ing alá, és szombat délig így közlekedtek, szombat délután V2 sampó, és kitört a Saturday Night Fever, és hatalmas lobogó hajjal elhagyták a Benc és atyák környezetét. Igen? Ja, a sminkbe. Na most te, kérlek szépen, hogyan került ez a gyűjtemény Egerbe? Hogy alakult ez? Hát 5 éve kezdtük ezt az egészet. Én amikor elértem a 41 egy reggelen borotválkozás közben, akkor arra gondoltam, hogy most már biztos a B oldal pörög, hogy mi lesz ezzel a sok cuccal. Menjen a padlásra, menjen a pincébe. És régóta beszélgettünk ezzel a Gábor barátommal, aki egyébként a hazai Beatles élet egyik oszlopos tagja, hogy hát ő vele is mi lesz, az ő cuccaival is mi lesz, és elkezdtük keresni a városban a helyeket. És azt kell, hogy mondjam, hogy olyan szinten állt össze a kép, hogy amikor megtaláltuk ezt a szállodát, akkor sétáltunk és mondtuk, hogy hát itt kéne egy jó hely, ahol be lehetne tenni a Cavern Clubnak a mását picibe. És ott a Cavern Club, ahol először játszottak, így ugye? Van. A Cavern Clubból van egy téglátok is, amit most nem tudtatok elhozni, mert ez föl van dübelezve a múzeumnak a falára. Valami hülyék a metroállomás miatt lebontották a Cavern Clubot. A rajongók széthorták a téglákat, amelyeket eladtak, majd eszükbe jutott, hogy mégis ez egy kultikus hely, és akkor visszaépítették a maradék téglából kisebbe. Hány tárgyatok van körülbelül? Kiállítva? Hát nem, úgy összesen a gyűjtemény, amiben vannak nyilván lemezek, fotók, dokumentumok, dedikált cuccok. Azt mondom, hogy 3000. 3000 darab. Körülbelül, mennyi van kiállítva a szállodában? 1000 a krém. Ez a Ringo születési anyakönyvi kivonata. Egy hit? Oh. Ekkor még Richard Starkey néven. Igen, Richard Starkey néven. Ez Liverpoolból anyakönyvi kivonat. Ez egy hiteles anyakönyvi. Ez egy hiteles, ráadásul 68 kivonat. Novemberben lett kikérve. Tehát ez a csodálatos, és úgy tudom, hogy nektek a Lennonnak is az anyakönyvi kivonata. Mind a négyé. Mind a négyé megvan, tehát most csak így, szolidan, jó? Tehát megszülettek, a Star Clubban elkezdtek zenélni. Így van, ezen végig csoszoztak. Az beírta a rock'n'roll. Ugye megválasztották a gitárjaikat, a hangszereket, ugye az ikonikus Beatles gitárok, a Rickenbackerek, illetve a McCartney-féle bassgitárnak egy ilyen limitált kiadása látható itt éppen. Hát ez a Hofner gitár, ugye ez tulajdonképpen olyan, mintha az aláírása lenne, abszolút az ő kézjegye lett. Ez egy ritka gitár volt abban az időben, azért vette, mert ugye úgy néz ki, mint egy hegedű, és könnyen föl tudta venni, bal kézzel is jól nézett ki. Uh-huh. Igen, hát azok meg. Ott a picike. Így néz ki. Így van. Így van. És amikor aztán elkezdett menni a szekér, ez volt az első szekér, érdekes módon még ilyeneket mindig gyártanak, ez az első Bedford kis teherautója a Beatlesnek, amivel turnézni mentek, és hát ugye a lányok különféle ilyen egyszavas mondatokat írogattak rá, hogy mi legyen, meg hogy legyen, és hát ebből gyártanak a mai érdeklődésüket napig. Érdeklődésüket fejezték ki, ugye? Erről talán van fotónk is, és itt a rajongó lányok
nedves alsóneművel írnak fel mindenfélét a buszba, de egyébként, amikor kezdők voltak, ugye ezzel jártak Európában, hát először így és volt úgy, hogy benn aludtak, hideg volt, egymás hegyén hátán, szóval nem rögtön a legnagyobb luxusban. Így van, ugye amikor 63-ban koncerteznek a királyi család előtt, akkor a Lennonnak volt az a mondása, hogy az olcsóbb helyeken ugye tapsoljanak, eleve így kezdte. Igen. És akik a gazdagabbak, azok meg csörgessék az ékszereiket. Ugye az a Lennon? Igen. Azért... Ugye itt látható ez a híres újság, amiből nagy balhé lett. A Dézbuk magazinnak ez egy 66-os kiadás. És itt mondta a Lennon, hogy tulajdonképpen népszerűbbek vagyunk, mint Jézus Krisztus, ugye? Hát amiért sajnos a halálához is vezetett némiképp, hiszen... Na jó, de akkor ebből Amerikába a lemezeiket elégették, betördelték, iszonyú balhé lett belőle, nem győzték magukat exkluzálni, hát magyarázni. Lennon egyébként nem teljesen erről beszélt, ugye amit ő mondott, az az volt, hogy a Beatles népszerűbb jelen pillanatban, mint az egyház, és aztán amikor megkérdezték, hogy miért pont ezt használta, mondhattam, hogy tévét is mondhattam volna, egész egyszerűen több ember foglalkozik velünk, mint a templommal. Igen. És mondjuk egy ilyen újságot honnan szerzel be? Hirdetsz, Matera? Nekem volt sok olyan dolgom, mert egy időben McCartney kiadott egy orosz lemezt például. Igen. Csak az orosz piacra adott. Itt látható ez. Itt is volt egy ilyen, ez mondjuk egy másik, egy kalózfelvétel, az egy kalózfelvétel, igen. Volt egy, ami csak az orosz piacra ment. És ezt a lemezt ugye az orosz katonák, akik mások a szimasztatyó mentek, meg a túlélőkésér, én meg akkor az orosz lemezért mentem a határa, akkoriban Debrecenbe jártam iskolába, és ezek az orosz lemezek aztán amerikai gyűjtőknek aranyat értek, és amikor megjött egy doboz orosz lemez, akkor lehetett az amerikai gyűjtőkkel csereberélni. Akik elláttak adott esetben ilyen magazinokkal is. Ugye lemezeket az oroszok nem tudtak abban az időben kiadni, viszont az ilyen stílusú lemezt, ami megint egy ritkaság, ez a karácsonyi kislemez, amiket 63-ban adták ki, ekkor még a kis rajongóklubnak, hogy emlékeztek, voltak ilyen flopik jellegű, ilyen kis orosz lemezek is. Hát hogyne, sőt, volt a képeslapok, ugye nyugatról is voltak képeslapok, szóval Oroszországból is. Ilyen jellegű lemezeket, ugye az oroszok csinálták, el tudod képzelni, hogy mire készültek az orosz lemezek? Röntgenfilmre, pontosan. Kélek szépen, ezt a bátyámék is csinálták, elmondanám neked, sőt, a körúton volt egy Ceglédi nevű úriember, akihez el lehetett vászorogni, és akkor ő valamilyen ilyen műanyaglapra rávágta a lemezeket, amit mit te egy házi bulin 10-szer lejátszottál, és többször nem nagyon, mert közben kilukad, de volt egy generáció, akinek a tüdőszűrés iránt megnőtt az érdeklődése. Törös kezek. És rögtön el is vitték a röntgenfilmet, ugye, és erre készültek a lemezek. Ez mondjuk milyen értéket képvisel, szóval nem azért, hogy így hát adtak szinten. Ez az első, ez a 63-as, az olyan 120 ezer forint körül van. Körülbelül a 64-es, az már sokkal olcsóbb. Ez pedig egy 50 éves pomádé, hiszen az amerikaiak, ugye, amikor bejött a Beatles, ezt kenték a hajukra, nekik még ez a krúkat fizura volt, ez a vékony. Igen. De azért Beatles-est kentek, mert Beatles volt. Jó, és ugye, hát ahogy elindul az ipar... Itt ugye nyilván van a dolognak egy másik vonulata, tehát vannak a dokumentumok, és utána Beatles névvel zoknit, ágyneműt, fésűt, ugyebár a gombahajhoz. John Paul George Ringo fésű. Az itt látható csodálatos tányért a fiúkkal. Kiemelném, hogy ebből egyébként 250 darab van, és Ringo írta alá. Neked? Nekem, hát itt. Nekem, és itt van, ez ráadásul a tizedik, itt a fénykép. Jó, hát nem bízol semmit se a véletlenre. Azért lettem ki a kezedből. Hát talán, ha itt az orosz vonalat már felvillantottuk, a Matrioska babákról emlékezzünk meg. Igen, hát a... Ugye ez a négy fiút ábrázolja a Matrioska formában. Ez milyen kori? Tehát ez orosz eredeti? Ez orosz eredeti, Oroszországból is kaptam, így van. Korát nem tudom megmondani, mert igazából ugye nincs ráírva semmi, de az jellemző, hogy Ringo a legkisebb, tehát... Hát jó, van. Hát ahogy az alkotó elképzelte. Ez van, így na, van. Na kérlek szépen, van itt egy nem mindennapi szobor.
Kit ábrázol a szobor, és miből készül? Hát ez John Lennon szobra, ugye 1974-ben készült egy híres fotó, annak alapján készült szobor, és az érdekességet a fiatalabbaknak elmondjuk, hogy ugye 1980 decemberében sajnos John-t lelőtték. Ez a szobor, ez az a New Yorkban bevont kézi fegyverekből kerül beolvasztásra, és úgy készül aztán az a szobor. Elmondom még egyszer? Nem, jó ez. Tényleg jó? Persze, hát neked nem kell profi beszélni. Jó. Bakizónak itt vagyok én. Szóval ebben tulajdonképpen megfogalmazódik egy ilyen fegyverelleni tiltakozás. Csak azért is mi nyerünk, így van. Az, hogy ne. Mit mondhatunk erről a négy figuráról? 65-ös rajzfilm figurák, ugyanúgy, mint ahogy a Foxy Maxi ment a tévében, volt vasárnaponként egy Beatles rajzfilm sorozat. Az érdekesség az, hogy akkor nagyon népszerű volt, de igazából a Beatles-eknek nem nagyon tetszett, úgyhogy később fölvásárolták a jogait, és a mai napig nem nagyon lehet őket látni. Nem nagyon lehet. Jól van, hát itt látható ugye a híres zebra az Abbey Roadon, ahol volt ugye már az Apple Igen. stúdió, és itt te mászol át ugye, illetve haladsz úgy, mint a Beatles-ek annak idején, négyes formációban. Így van. Na kérem szépen, régi lemezek láthatók, az egyiknek az érdekessége, hogy... Úgy, igen. Lejátszható japán koncert. Egyébként nektek lemez se nagyon láttatok, tehát nektek tulajdonképpen az, hogy fekete vagy átlátszó, ez egy nüanszbéli különbség. Na kérem, itt látszik a híres Rolls-Royce, ugye, amelyen szerepelt a Bravo újság közepén is. Így van, hát ez a Lennon-féle Rolls-Royce, ennek is van egy története, kifestették neki a barátai, az úgynevezett full csoport, és az első útján, amin bement Londonba, gondolta, hogy bemegy egy bankba és befizet némi kis csekket, és ahogy kiszállt, egy idősebb néni jött felé, gondolta, hogy valami aláírás vagy valami, erre, hogy szokták, elővette az esernyőt, és úgy hátba verte érte. De miért? Hogy a Rolls-Royce-ot ezt az angol képet... Ja, hogy ami az angol becsület és tisztesség, hát így, és így fekete, vagy fehér. És így is oda az öreg. Nagyon szépen köszönöm Petergi Gábornak még egyszer. Köszönöm szépen. Mindjárt Fábri Márk, az élet rally versenyzője. Pillanatilag van jogosítványod? Hörher Gábor és Steinbach Richard. Autósüldözés és határsértés. Szente vagy. És akkor jött mögém. És akkor jött mögém. És akkor mindig úgy valahogy követett. Élete az operett. Oswald Marika. Hát én mindennel úgy vagyok, hogy először meglepődök, és aztán a második pillanatban azt mondom, hogy jó. Akik gyerekek maradtak, a kelemen kabát van. Kérem szépen, olvashattunk róla, hogy a BKV-nál új ruhák lesznek. Új ruhák. Jaj! Annak idején, boldogult ifjú koromban, minden ellenőr ilyen Fields gesztenyesütő cipőbe járt. Az akkor 120 forintba került, 1967-ről beszélek, és hiába voltak civilbe öltözve, láttuk, hogy a félcipősök már gyülekeznek, és akkor pontosan tudtuk, hogy mi a helyzet. Hát kérem szépen, következik akkor a BKV, ezt most úgy mondják, hogy dress code. Tehát régen azt mondták, mi a f***at vegyek fel. Ma nem ez van, ma a dress code van, ugye black tie, white tie, és a többi. BKV dress code. A ruházatnak nem lehet olyan eleme, amely nem tartalmaz minimum 110% műszálat. Az alsónadrág nem lóghat ki a nadrágból, az ing nem lóghat ki az alsónadrágból, a mellszőr nem lóghat ki az ingből. A cipő és a nadrág alja közt biztosítani kell legalább 10 centi anyaghiány. Szellőzés céljából. Övtáska viselése tilos. A nyakkendő legyen olyan hosszú, hogy takarja az övtáskát. A nyakkendő nem lehet olyan széles, hogy takarja az ingzseb 18 tollának több, mint kétharmadát.
Fehér zokni viselése nem ajánlott. Ha már szürke, akkor sem. Szandál viselése tilos, kivéve egészségi okból nyáron, vagy csukott ajtóknál. A dolgozóknál nem lehet szatyor, hátizsák, esernyő, de az ellenőrök álcázásként tarthatnak maguknál sílécet, vagy karodülő kisdedet. Nem lehet náluk ókszer sem, hiszen munka közben nem folytathatnak intim tartalmú érintkezéseket. Rágógumi sem lehet a szájukban, nemhogy még. Lásd előző pont. A fogmosást nem szabad túlzásba vinni, a habzó száj és a kélyes vigyor kerülendő. Öt évvel ezelőtt egy nehéz körülmények között élő fiatalember elhatározta, hogy rally versenyző lesz. Egy filmes stáb ekkor beköltözött hozzá, és elkezdték megörökíteni a mindennapjait. Az eredmény egy egész estés édeskeserű dokumentumfilm lett, és számtalan fesztiváldíj. Hölgyeim és uraim, fogadják szeretettel a Drifter című film alkotóit, a rendezőt Hörher Gábort és a főszereplőt Steinbach Richárdot. Steinbach Richárd, Isten hozott, szervusz, Hörher Gábor, ugye, parancsolj, foglalj helyet. No, hát kérem tisztelettel, mikor lesz a bemutató pillanatokon belül? Ez már mától megy a mozikban, vidéken és Pesten is. Helyes. Hát remélem akkor, akik nézik ezt a műsort, azért még kedvet kapnak, és ezt meg tudják tekinteni. Mit jelent a cím? Drifter. Szerintem a Gábor jobban el tudja mondani. Gábor jobban el tudja mondani, tessék, hát a rendező. Jó, hát ez úgy kezdődött, hogy a Ricsinek van egy nagyon régi álma, hogy ő rally versenyző akar lenni. Ricsi, aki él valahol Veszprém megyében, hol is pontosan? Városlődön, ugyebár, nem túl rózsás körülmények között, és minden vágyad az volt, hogy rally versenyző legyél, és akkor te hogy találkoztál Ricsivel, vagy a stáb hogy találkozott Ricsivel? Van egy nagyon jó barátom, a Horn Marci. És Horn Marci, ez az ő ötlete volt, és ugye? Ő gyerektáborokat szervezett a Kapolcsi napokon. A Kapolcsi művészeti napokon, igen. 15 évvel ezelőtt, amikor a Ricsék 6-7 évesek voltak. És aztán ez megmaradt, és ez a barátság. És a Ricsi is járt ebbe a gyerektáborba? Igen. És mire emlékszel? Mi történt ebbe a gyerektáborba, Ricsi? Játszottunk. Játszottatok? Igen. Jó, ez így, ez erre így... Na most még mindig nem mondtuk el, hogy mi a Drifter, de mindjárt elmondjuk, hogy mit tettél az ügyben, hogy rallista legyél? Hát megépítettem az autót igazából, azon kívül sok minden. Megépítetted? Igen. Tehát én úgy tudtam, hogy te ilyen régi autókat javítottál, cseréltél, összetörtél, felborítottál, nem? Tehát azt hiszem, hogy... Volt ilyen is. Volt ilyen is, ugye? És pillanatnyilag van jogosítványod? Most pillanatnyilag nincs. Pillanatnyilag megint nincs. Miért nincs, Ricsi? Hát elvették. Fatális félreértések sorozatnak képen. Szóval Ricsikém azért talán, meg hát ez a filmhez is közelebb visz minket, hogy azért nem vagy te egy Teréz agya, ugye? Tehát nem vagy te egy hibátlan fiatalember, de a lelkesedésed az ezügyben töretlen. Na, és akkor... Még mindig nem mondjuk el, hogy mi az a Drifter, akkor te, mint rendező, ezt elkezdted kézbe venni. Mi volt a hozzáállásotok a dologhoz, vagy mi volt a, hát nem mondom ezt, hogy arcpoétika, ez talán fellengzős, mi volt a munkamódszer? Hát nem volt terv, hogy ez majd ilyen sokáig fog tartani, 4-5 évig, de az terv volt, hogy minden héten lemegyünk, és lennalszunk, és 2-3 napot ott vagyunk a Ricséknél. Hogy mindent, ami történik, azt fel tudjunk venni annélkül, hogy interjúzunk, vagy újrajátszunk korábbi eseményeket az életükben. És annélkül, hogy Ricsinek bármifajta utasításokat adjatok, ugye? Igen. Ricsi, te mit szóltál ahhoz, hogy két hetente ilyen fővárosi jampik megjelennek,
ott alszanak, fosztogatják a kamrát, a pincét. Hát először fura volt megszokni, aztán hogy a végén igazából összehaverkodtunk, azt nem volt belőle problém. Nem cserélünk helyet, mert szóval jó van. Na kéne szépen egy kicsit kukancsuk bele a filmbe, amelynek a címe Drifter, de még mindig nem mondjuk el, hogy mi az. Című filmből, amelyről hát még, vagy most már elmondjuk, hogy mit jelent ez a cím. Mondjuk? Mondjuk el. Jó, ez az a rally típus, amit a Ricsi űz, amikor farolgatnak a kocsik a kanyarba. Aha, tehát drift ügye, tehát ahogy csúszkál, kipörög és akkor igen. Így csúszkál. Hol gyakorolsz? Kint az utca. Nagyon jó. És hát mondjuk így ezen a kis fatális félreértés sorozaton túl, ami jogosítványod bevonásához vezetett, ez mennyi időre szól? Hát volt egy másfél év, utána visszakaptam egy 2 hónapra, és most megint elvették, és most még nem tudom, hogy mi lesz. Kérlek tisztelettel, és mindez a driftelésért, vagy driftelés plusz hangulat? Fogjuk rá, rendben. Egyéb összeütközésed a hatóságokkal nem volt? Szeretjük egymást. Vagy volt, szeretjük. Kérlek szépen, és most hogy áll ez a te? Hány éves vagy te? 22. Akkor 17 volt, mikor ezt a filmet durván elkezdtétek forgatni. Igen. És most hogy áll ez a rally álom? Tehát megvan ez a BMW? Az már nincs. Most mi van? Most megint egy BMW van, csak a hétvégén összetörtük. Aztán majd... De hogy egy villanyoszlop elétek ugrott orvul, vagy... Hát oszlopnak oszlop volt, csak nem villany. Igen, jó. De ez is driftelgetés közben? Igen. Aha. Te, de miért nem mentek? Hát ott vannak ilyen kihalt kőbányák a Bakonyban, meg nem tudom, nem lehet ott driftelgetni? Hát ha maga vesz rá egy új futóművet, akkor igen. Kaptatok már bizonyos díjakat? Igen, egy évvel ezelőtt Amsterdamban volt a premierünk, és ott megnyertük a legjobb első filmesnek járó díjat. Te is voltál Amsterdamban? Mi nem vittétek a Ricsit Amsterdamban? Nincs útlevele. Te édesem is nincs, de miért, hogy nem volt már idő, vagy de azért most már van, vagy lesz, vagy... De nem is kell útlevél, mert hát Amsterdamban személyével lehet menni. A minek útlevél? Igen, azt hiszem, az is lejárt. Az is lejárt. Te már valamilyen versenyen vettél egyébként részt? Igen. Hol? Hát Szent Grászabadján, meg Veszprémbe. Veszprémbe? Ez mondjuk, ez egy legális, rendezett igen. Verseny, tehát nem az, hogy flúgos futam, hogy hozzád hasonló speciális gondolkodású fiatal emberek, ugye összejönnek valami Isten háta mögötti területen, és neked van rendes versenyző ruhád, meg így tömeg meg? Hát most még nincs. Most még nincs. Melós Gönc. Melós cuccba nyomod. Ricsikém, ölellek, és kívánom, hogy járjál sikerrel, jó? És hát ez a film is hozzon nektek sikert, és azonnal újítsd meg a személyidet, hogyha valami fesztiválra kell menni, akkor ne az legyen az akadály. Köszönöm szépen! Köszönöm. Hörher Gábor, Steinbach Richard, a Drifter című filmalkotó. Köszönjük szépen! We'll be right back.
határba kiáltja, Magyarország, szeretlek! Ugye nem kell folytatnom. Hölgyeim és uraim, szente vagy! Szente vagy! Szevasz, hát ide szinte lehetetlen bejönni. Öleljen! Foglalj helyet! Kedves Vajk, én is azok közé tartozom, akik a Szeretlek Magyarországból ismertelek meg, és aztán csak úgy lassan tájékozottam, mint Mincenti 56 második hetében, hogy te rengeteg mindent csinálsz, színészkedsz, rendezel, írsz, fursz, faragsz, úgyhogy hát ezeket az arcaidat szeretnék most egy kicsit megismerni. Beszéljünk rögtön a nyárról, ahol egy darabot állítottál színpadra. Hol, mit, kiknek, hogyan, miért, merre, meddig és überhaupt. Nagyon jók az információid. Igazából hármat állítottam színpadra a nyáron. Igen. Ezek közül az egyik a Szőke Cikló Rejtőjenőtől. Gondolom, te is őrült rejtőrajongó lehet. Én nagyon nagy rejtőrajongó vagyok, nemrégében egy nagyon színvonalas rádióműsort is készítettem, és egyáltalában, de most te vagy a vendég. Nekem az édesapám gyerekkoromban az esti mese helyett Rejtőjenőt olvasott. Nagyon helyes. És ez egyfelől nagyon jó volt, mert nagyon izgalmas, másfelől viszont nem tudtunk elaludni, mert annyira érdekelt minket mindig a Igen. következő mondat. És bennem ez nagyon bennem maradt, én szerintem az én személyiségemhez, az én humoromhoz ez nagyon hozzájárult, és úgy éreztem, hogy jó lenne valamit visszaadni ebből Rejtő Jenőnek. És elérkezettnek láttam a pillanatot, egyrészt nagyon átéltem, másrészt lejártak a jogok. És, tehát van egy szigorúan praktikus szempont is. Én a történetben nem is nyúltam bele, csak egy kerettörténet alakult hozzá, hogy Rejtő Jenő elmegy egy gépírónőhöz, mert van egy ilyen legenda, hogy Rejtő Jenő mindig gépírónőknél gépeltette le a regényeit. Na de hogyan? És úgy, hogy ezeknek a gépírónőknek mindig csinibe föl kellett lenni öltözve, otthon a lakásokon. Esti ruhába, sminkelve, tűsarkóba. Pontosan. Így van. És volt egy, akinek nem szabadott nevetnie, volt olyan, hogy igen, nem szabadott, igen. meg se lehetett szólalni, és aztán volt egy, akit mindig... Aki már beleszólatott, azt el is vette feleségül. Általában ezeket a lányokat elvette feleségül Rejtő Jenő, és ezt a legendát állítottuk úgy színpadra, hogy Rejtő Jenő elmegy egy ilyen gépírólányhoz, aki éppen abban a pillanatban költözött be a lakásba, így egyetlen körülmény sem adott arra, hogy Rejtő Jenő éppen diktálhasson, egyébként is időszűkébe van, de ott van a szomszéd, ott van a költöztető, jön az édesapja a lánynak, és Rejtőnek nincs ideje, és ezért ő belőlük főzi meg ezt a történetet, és egy kicsit úgy, mint Don Quixote a La Mancha lovagjában elkezdi játszatni velük ezt a történetet, őket beszippantja Rejtőnek a személye és a varázsa és mi a az őket? Hát most csak egy gépírónő. A szomszédot, az Na. a költöztetőt, az apát. Ja, úgy és a van, lány, tehát ott még tehát... éppen frissiben érkeztek, és ott többféle szereplő. Valójában ez az öt szereplő eljátsz a komplett a Szőke Ciklonnak a 73 szerepét. És ez ment Szegeden. Ez ment a Szegedi Szabadtérén, így van. Szegedi Szabadtér. Új Szegedi Szabadtérén. Kérlek szépen, úgy értesültünk, hogy te egy összeszedett, fegyelmezett ember vagy, ugye az ilyen hozzám hasonló nyegle sóműsorokban általában az ilyen szenzációs történeteket szeretik, hogy kigyullad a színész, meg leszakad a trapéz. Egy istenek alkonyában szemem láttára gyulladt ki a díszlet az operában. Szóval, hogy a jó Isten ezt nekem megadta pont akkor, amikor ég a Valhalla. És sokáig azt hittük, hogy hát ez ilyen ügyes rendezés. Faszom, már égett az egész, úgyhogy le kellett húzni a vasfüggönyt. Na ez csak úgy zárójelbe. De ha te magad ugye nem állítasz magadnak olyan akadályokat, amelyeket nem tudsz legyőzni, gondoskodik erről a véletlen. Mikor történt, hogy egy ilyen liftbeli kalandba kerültél, amiben hát tulajdonképpen tényleg teljesen ártatlan voltál, de hát mégis próbára tett. De a gyümölcse nagyon jó lett, én nagy Londonba járó vagyok, ilyenkor az ember mindig úgy feltöltekezik, én leginkább színházba, aztán nézek egy Arsenal meccset, ahol általában a csapat kikap otthon, és... megérkeztem az egyik alkalommal Budapestre, akkor még a 7. kerületben laktam.
az 5. emeleten, de ilyenkor tényleg az ember tele van tervekkel, szóval arra gondolom, hogy másnap bemegy a tanár úrhoz, Szirtes Tamáshoz, és azt mondja, hogy ezt a darabot, de ha nem ezt, akkor ezt is láttam. És plusz még, egy is. Olyan városból érkeztél, ahol a liftek működnek. Igen. Ugye, tehát... Igen, és megérkeztem, és arra azt mondja, hogy hazamegyek, és akkor úgy összeírom, és akkor elküldöm neki e-mailen éjjel, tehát hajnal egykor van egy repülőgép, ami úgy valamikor éjfél tájéken érkezik meg Magyarországra. Na, ezzel én megérkeztem, beszálltam a liftbe a sok csomagomban, megnyomtam az 5-ös gombot, a lift elindult, majd egy cirka 3 másodperc múlva meg is állt. De mondom, semmi baj, megnyomtam még egyszer, soha többé, mondom, nem baj, megnyomom még egyszer, akkor a villany is lekapcsolódott. Villany is lekapcsolódott. Még nem, aztán némi várakozás után felismertem, hogy az 5 gomb fölött van egy úgynevezett ilyen vészcsengő, vagy ilyen, na, ezt megnyomtam, és egy nagyon kedves női hang jelentkezett be, hogy segítette valami, mondom, ó, igen, itt a 7. kerületben elakadtam egy liftben, és kérdezem, hogy mit évő legyek, és mondta, hogy azonnal megyünk, ne menjen sehova. Ezen a ponton felmértem a lehetőségeimet, majd elfogadtam a javaslatot, és várakoztam, eltelt egy óra, és ezek után még kellett egy picit várnom, majd megérkeztek a tűzoltók, fölfeszítették az ajtót, és akkor... Tűzoltók? Igen, persze, hát ők jönnek. Hát miért nem a Nem, a tűzoltók jönnek. Tűzoltók. Jön. És akkor akkor vált számomra világos, hogy el is indult, és ugye a 0. és az 1. közt állt meg, és nagyjából egy ekkora hely volt, ahol én úgy kiférhettem volna, ha akarok, és buzdítottak is, hogy azon csúszak ki azon a pici résen. És, az 1-ről a 0-ra? Igen, és akkor ők majd ott úgy megfognak. Aha. Igen. És akkor én úgy raktam volna ki a lábam, és hátul egy ilyen tűzoltó segédszerű fiatal ember megszólalt a következőképpen, ha csak el ne induljon közben a lift. Ó, tényleg? Elindulhat? Tisztán megnyomta az 5-öst? Hát mondom, megnyomtam. Akkor el. Akkor el. Bármikor. És akkor a lényeg, hogy aztán persze kicsúsztam, nem vágott félbe semmi ilyesmi, de az embert úgy elfogják bizonyos klausztrofób érzések egy ilyen hát, szituációban, és bennem akkor fogalmazódott meg a Csoportterápia című darabnak a gondolata, amit aztán meg is írtam, meg is írtunk az én alkotó kollégáimmal. Ez volt 2011-ben, és azóta is a Madách Színház műsorán van. Miközben azt mondod magadról, hogy velem nem történik semmi sem, Békés Csabán egy autós üldözésbe is sikerült keverednem. Hát az isteni volt. Amúgy nem vezetek gyorsan, tényleg nem. Ó, ez is éjjel történt. Ez tényleg nem jó. Szóval mentem Békés Csabán haza. Kedves nézőink, önök a Szentevajkal éjjel című műsorunkat látják, hallják. Éjszaka mentél. És szóval mentem éjszaka haza. Kifordultam egy utcára balra, de éppen valahogy, mint hogy egy picit elé fordultam volna egy autónak, de mivel 4-sávos út volt, ezért én nem nagyon tulajdottam ennek jelentőséget, de ő ilyen erőfitoktatásul elkezdett így mögé menni, és akkor arcoskodni. Jó a szó, köszönöm szépen. És aztán én arra gondoltam, hogy jó, akkor kimegyek a szélsőségbe, elengedem, bum, hát mi lehet abból. És akkor jött mögém, és akkor jött mögém, és akkor mindig úgy valahogy követett, és akkor ezek után megálltunk egy kereszteződésnél, ahol ő így becsapta magát így mellém a szembejövő sávba, kiszállt tényleg egy hatalmas ember, és elkezdte ütni az ablakot, hogy szállj ki! Én arra gondoltam, inkább lehúzom az ablakot, és megkérdezem, hogy miben segíthetek, és hogy ne menjen sehova. Igen. És ez volt az a pont, amikor azt mondta, szálljon ki, rendőrség. Jaj, mondom, de jó. Szóval... De ezek nem is rendőrautóval, mi ez ezek? Nem rendőrautóval. Nem rendőrautóval. Civilbás rendőrök. És akkor azt mondták, ők nem hagyták annyiban, szállja ki, és akkor, hogy megfújnám ezt a szondát. Mondom, persze, hogy megfújnám, mert semmi akadálya nincsen, ezt nem tudom, kicsit tudva levő, kicsit, nem, én egyáltalán nem iszom alkoholt, olyannyira, hogy még soha életemben nem ittam egy kortyot se. Hát egyszer meg kéne próbálni. Ebben biztos voltam, hogy,
hogy itt baj nem lehet a szondával kapcsolatban, és akkor ezek után erősítést kértek, én ott fújdogáltam a szondát, majd pár perc múlva megérkezett egy ilyen kis busz, benne 8 rendőrrel. Nem tréfa. És csináltattak velem ilyen drogvizsgát, és mondom, tényleg higgyék el, hogy itt tényleg semmi. Most aztán nézegetik az autót, és az egyik megböki a másik, azt mondja, nem 132, 131, nézve a rendszámot. Ők kerestek valakit. Uh-huh. De nem engem. Atya, úgy tudom, hogy zenekaroknak is írtál a szövegeket. Abszolút, tehát igen, időként igen. Elkövetsz kiknek? Hát most már ez kicsit így limitálódik a baráti körre, igen. Körre, igen. De nagyon, nagyon szeretek, meg nagyon szívesen írok dalszövegeket. Most már inkább azért a színházi előadásaimhoz teszem ezt, de írtam Wolf Katinak, Zsédának, Malek Andinak, Berecki Zolinak. Szóval úgy... Na, hát kérlek szépen, akkor itt egy ilyen dalokverseny következik. Igen, mert én állnok módon megígértem. Nem akartuk azt csinálni, hogy itt találunk ki szavakat és a teljes közönség. Én tegnap a munkatársaimmal gonoszul összeállítottam egy szósort, amelyet én most ismertetek. Yes. A szavak úgy hangzanak, hogy zsíros bödön. Köszönöm. Cekker. Trafóház. He? Trafóház. Igen? Ahol időnként bennég egy fémmunkás. Alibaba. Igen. Szegedi papucs. Aha, mi? Szegedi papucs, amelyeknek nincs párja, hát mint Békés Csabai azért ne legyél ilyen. Szegedi papucs? Igen, Szegedi papucs. Uh-huh. Felemás korlát. Pillanat. Felemás korlát? Igen. Bundás kenyér. Korlát. Bundás kenyér. Igen. És egy bonyolult szó, szeretlek. Nem gondoltuk, ez slágerbe, az nem árt. Ez slágerbe ilyen valamit elcsattantunk. Tehát, hogy ne mondhassa Vajka azt, hogy csupa ilyen extrém baromságot lőcsögött. Picit beszélned kell most. Ne, gondolom, ez nem okoz gondot. Hát én ezt már elmeséltem, ugye, mint amikor a régi házi bulikba a szülők még otthon voltak, és a mamák állandóan aggódtak, és mi teljesen jól el voltunk, és akkor anya benéz, miért nem beszélgettek? És attól a pillanattól fogva mindenki lehervadt, ugye? Akkor nem kértek szendvicset, meg ez a permanens aggódás, bele kellett bolondulni. Nincs itt meleg? Ne nyiss csak ablakot? Nem fáztok? Hát örítő volt, az egész házibul egy ruppot nem ért, mert a szülői aggódás az teljesen lebénított bennünket. Ja jó, akkor a házi buli történetet elnapoljuk. Igen. A következő lett. Alibaba halad a matrafóházba, Szegedi a papucsa, mert amúgy fázna. Kanyarog a szeme körül kettő cekker, ami ugyan fura, na de ettől cukker. Fele ilyen, fele más, korlátoltan elegáns. Zsíros hát ez lett remek. A kenyere. Ezt most írtad? Bundás lett a kenyere. Ezután, ami szóval kínos a köbön, szeretlek, kiabál rá zsíros B. ödön. Szente vaj, köszönjük szépen! Szente Vajk úr volt a vendégem! Köszönjük szépen! Szia! A neve összeforrt az operett műfajával, mindig mosolyog, azt vallja, hogy a boldogság csak elhatározás kérdése, szüntelen jó kedvét pedig a közönségnek is képes átadni. Hölgyeim és uraim, Oswald Marika! Hát kérem szépen, kezdjük a legfrissebb dolgokkal.
idén debütáltál egy prózai szerepben, életedben először. Igen. Hogy történt ez? Hogy esett? Hogy érzed magad? Mit tudhatunk erről? Hát ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert én, nekem nem volt a genetikámban az, hogy én tanítani fogok. De fölkértek a főiskolára Zsolti és Sanyi, hogy az ő harmadikos osztályát egy kicsit operetre trendírozik. Oktassad! Igen. Igen. És hát én mindennel úgy vagyok, hogy először meglepődök, és aztán a második pillanatban azt mondom, hogy jó. Uh-huh. És elmentem hozzájuk, és hát egy csodálatos, édes, tehetséges gyerekek voltak. Az első napokban, mint a szöcske, ugráltam föl a székről, mutattam, így kell csinálni, úgy kell csinálni, ez az operett. A harmadik órától kezdve pedig már csak így néztem őket, hogy hát ezeknek nincs mit tanítani, hát ezek olyan tehetséges, olyan helyesek. Összeállítottam nekik egy kétrészes operettműsort, amivel le is vizsgáztak, és annyira megtetszett nekik, annyira megszerették, hogy a vizsga után kérdezték, hogy hol tudjuk ezt még előadni, mert annyira szeretnénk. Uh-huh. Na, ezzel befejeződött a dolog, kijöttek hozzám Gödöllőre, bulisztunk, hát istenen éreztük magunkat, nagyon jó volt. És akkor ez egy ilyen 3 hónapos dolog volt, és telt múlt az idő, és egyszer csak megjelent a Fehér Balázs Benő, az egyik tanítványom, uh-huh. egy ilyen tímmel, akikkel csinálják ezt az átrium dolgot, és fölkértek, hogy eljátszanám-e az Arkadinát. Fönnakadt a szemem, mint most. És hát mondtam, hogy hát nem, gyerekek, hát azért én operettes vagyok, hát egész életemet, meg egyáltalán. De hogy ők ragaszkodnak hozzám, mert ez nekik nagyon jó lenne, őnekik ez az elképzelésük. És hát mondtam, hogy várjatok egy kicsit, hát hadd gondoljam át, hogy mi az én imidzsemnek mit tesz ez a prózai szerep, majd azt fogják mondani, hogy mit keres az Oswald Marika a szubrett létére, egy drámai szerepbe. Hát mondom, azért ezt én megfontolom. Hát gondolkodtam egy hetet, körülbelül adtak nekem egy hetet, és akkor úgy döntöttem, hogy igen, meg fogom csinálni, mert hogyha ők bíznak én bennem, és ezek a fiatalok, ugye nagyon fiatalok, és baromi tehetségesek, mondom, akkor biztos ilyen az elképzelésük. És én szeretem a kalandot, és belevágtunk. És akkor a Benő, hát az egy hihetet, nagyon-nagyon tehetséges, és engem dresszírozott. Nekem nem ez volt az elképzelésem a dologról, de addig ő fokozta a dolgot, még teljesen a magamévá tettem, és végül is nagyon örülök, hogy elvállaltam, mert nagyon élvezem. Azok kedvéért, akik nem annyira járatosak a színház ügyeiben, Csehov Sirály című Igen. darabjáról van szó, ugye ebben alakítod Arkadinát. És ez egy borzalmas egy nő, tehát ez exhibicionista, akarnok, empátia nélküli, csak saját magával van. És a Benő ezt nagyon-nagyon erősen kihozta a dologból, és biztos azért, mert ezt a fajta operett, ahogy elképzelik az operett primadonnát, nagyon-nagyon sok van ebbe a nőbe. Tehát smucig, nem érdekli a fia. Hát teljesen más, mint én vagyok. Teljesen más, mint te vagy. Hát pontosan ezt akartam mondani. És akkor hogy sikerült ebbe a saját egyéniségettől erősen különböző bőrbe belebújnod? Mert jól esett. Jól esett? Jól esett. Azokat a dolgokat, amiket az élet folyamán kiirtottam magamból, mert ugye ezek a Igen. rossz tulajdonságok, ezek bennünk vannak, uh-huh. de én ezeket úgy próbáltam úgy leépíteni, na ez most minden visszaépült. Úgyhogy ez most csodálatos. No, hát nemrégiben Kossuth díjat kaptál, amire sokan azt mondták, hogy csak most. Hát igen, egyébként tényleg... De nem azért, de sokan voltak, hogy megkaptam a Kossuth, és mindenki ezt kérdezi, csak te nem vagy még Kossuth díjas. De mert azért, mert hát tulajdonképpen engem már fölterjesztettek 15 évvel ezelőtt is. Nem vagyok egy ilyen
ilyen gyűjtögető, tudod, hogy mindenféle díjakat begyűjteni, de mégis begyűlnek. De hála annak a jó Istennek, hogy nem úgy, hogy az ember megdöglik érte, és akkor úgy harcol, vagy valami, vagy belekeseredik. Tehát nagyon jó érzés volt, és akkor már évekkel ezelőtt is mindig, hogy fölterjesztenek. Hát mondom, akkor majd, jó, hát akkor lehet, hogy majd meg fogom kapni, de örültem neki, nagyon-nagyon örültem, de nem dicsőültem meg. Tehát nem azt éreztem, hogy akkor én most, hát, most akkor én most a csodálatos színésznő vagyok. Nem. Sőt, egy olyan érzés jön énkor az emberbe elő, hogy tényleg, holnap is meg fogom tudni azt csinálni, hogy nem okozok csalódást. Tehát van az emberbe egy ilyen, inkább egy feszültség. És akkor nagyon helyes volt a dolog, mert ugye mindenki olyan nagyon meghatódottan vette át, és olyan nagyon pártoztan meg minden. Én meg majd kirepültem a parlament tetején, annyira boldog voltam, és akkor azon nevetett mindenki, hogy én olyan gyors, amikor mondták, hogy az operet, én már föl is voltam állva, érted? Mert előtte felsorolták mindenkinek azt, hogy miért kapja. Valami ikonikus voltam azóta. Igen. Az operett színház ikonikus megformálásain, meg ilyesmi. De én már addigra már kisfutottam. Még a nevemet ki sem mondták. És akkor gyorsan mindenkivel kezdet fogtam. És akkor puf, elvettem, hogy nehogy visszavegyék. Mikor álltál először színpadon? Azt hiszem, hogy olyan négy éves koromban. Négy-öt éves koromban, igen. És ez mi volt? Ez úgy volt, hogy apukám játszotta a Pinkertont a Pillangó kisasszonyban, és a Neményi Lilike volt a Csocsoszán, és megbetegedett, engem nem akartak a szüleim gyerekszínésznek, mert annyira látták, hogy akarok, és nem akarták, hogy idő előtt kiégjek. És akkor beteg lett a kisgyerek, és hát a Lilike az ismert engem, és tudta, hogy állandóan produkálom magam. Két jampi állított a boltba, elviszem a szövetet, arja meg ilyeneket énekeltem. Mert akkor az volt a divat, tudod, igen, az 50-es években, és azokat is tudtam. És akkor mondta, hogy nem, bárki beugorhat, egy néma szerep volt tulajdonképpen, azt mondja, nem lehet a Marikát ne engedjétek színpadra, mert az fogja magát, és elkezdi szavalni ott nekem a talpra magyart, vagy bármi, és akkor ez lehetetlenség. De hát a szükségtörvény bont, és este meg kellett csinálni, és hát nagyon jól viselkedtem, és nagyon megdicsért, sőt, kaptam egy dicséretet is, hogy annyira éreztem a szituációt, hogy amikor megöleltem, tudod, a harakire előtt, igen, akkor annyira szorítottam, és hogy mint egy igazi anyát, és azt mondta, hogy nagyon jó érzés volt neki, és kaptam 100 forint fizetést. 100 forint? Hát akkor, az nagyon szép. Akkor. Hát fiatalon megismerted a operett műfaj és hát a színházi műfaj nagyjait, így többek között Honti Hannát is. Igen. Hozzá nem tudom, hogy sikerült vele találkoznod, ami hát olyan kétélű dolog volt, nem? Igen, igen, mert mondták, hogy a Honti nem szereti a gyerekeket. És apukámmal játszották a Bokácsót, egymás mellett volt az öltözőjük, és hát én mindig bejártam a színházba, de lettem olyan 8 éves. És mondták, hogy jó, rendben van, Marika, ahogy jössz fel az öltözőbe apuhoz, mellette van a Hontinak az öltözője, de ő hozzá nem szabad, mert ő nem nagyon, tudod, és nagyon udvariasnak kell lenni vele, és mi is úgy van, hogy oda megyünk, és kezet csókolunk neki, meg még le is térdelnek elé, meg hát szóval, ahogy egy nagy primadonnához illik. És mentem fel az apukámhoz, és láttam, hogy itt van a Hontinak, és láttam az előadást. Engem nem érdekelt, hogy mit mondtak, én berontottam az öltözőjébe, és azt mondtam, hogy isteni voltál. És nem az, hogy nem szerette a gyerekeket, hát olyan aranyos volt, és képzeld el, hogy a következő előadásra
kaptam tőle egy montás, 4 fotója volt rajta, és alá volt írva, hogy édes kicsi Marikámnak 1 millió puszival küldöm, és nagyon szépen kérem, hogy soha ne felejtse el az ő harnuskáját. Hát ez tőle egy óriási igen. dolog. Igen, igen. Ez egy óriási dolog. Igen. Annyit mesélj még el, most kicsit csapongunk, de talán ez nem baj, hogy kijutottál a Metropolitan Opera elé, ahol egy sajátok performance-el lehet ezt mondani, hívtad fel magadra a figyelmet. Igen, az úgy volt, hogy kint voltam New Yorkba, és ugye a barátaink vittek körben minket kocsival a városba, mutogattak mindent, és akkor odaértünk a Metropolitanhez, és mondom, hát a idején soha nem fogok kikerülni, hát nem. Tehát valamit azért kéne így csinálni, és láttam, hogy ott söprik az utcát, és akkor kiugrottam az autóból, és mondtam, hogy vegyetek gyorsan föl, én itt a Metropolitan takarítónő vagyok. És akkor söpörtem az utcát, és akkor ezt fölvették, és akkor telt múlt az idő. Itt látható. Igen. Ott van a Metropolitan. Igen. Igen. És akkor telt múlt az idő, mert mindig telik múlik, és akkor az Operett Színházzal egyszer csak jött egy izé, hogy mi megyünk egy amerikai turnéra, ahol, de tényleg, hát Chicago, Boston, nem tudom én, sok helyen fölléptünk, ilyen filharmoniai termekbe, és akkor benne volt, hogy mi megyünk a Metropolitanbe. Persze az a Lincoln Center, tehát az egy ilyen több-több helység van ott, ahol föl, és ez a filharmoniai terem így az oldalában. Mi mégis. Nem a Metropolitanbe, ott voltunk az oldalában, és akkor hatalmas sikerünk volt, úgyhogy már nem kellett az utcát csepernem. Hát nagyon szépen köszönjük, értesüléseim szerint hoztál nekünk egy dalt. Hát ja, akkor, ja. akkor... Igen, azt mondták, hogy énekeljek. Akkor gyújtsunk rá. Na jó, van, akkor nyom meg, apukám. Nem vagyok én úrinő, csak egyszerű leány, de kimenünk van minden vasárnap délután. A nagyságám hadiszári, ki lehetne más, és a gazdám usoki mor, hadik uzorát. Azért jöttem el magához, igen, tisztelt úr, mert azt mondják magánál sok színészé tanul. Ott hagyom a cselédpályát, üsse meg a kő, lehet majd még belőlem is pesti színésznő. Gondolja meg, tisztelt úr, hogy ön a partnerem, próbáljon csak egy kicsit notázni velem. Gyere te, Némand, légy az enyém, te vagy a legpusztább legény, a te kurázsi, a te szerázsi, de mit a legszebb költeni. Gyere te, Némand, gyere kofán, maradj a nőcském oldalán, nincsen a földön, de tűjetén. Gyere te, Némand, légy az enyém. Na most gyere! Öltözködési stílusuk cseppet sem mondható konzervatívnak, mint ahogyan a zenéjük is újszerű. Hölgyeim és uraim, zenei színpadunkon a Köszönöm szépen című dallal a Kelemen kabátban! Szépen, hogy jó fej vagy, és nem egy nyomasztó hárpia. Belefér a zene, és belefér a tánc, belefér pár pia. Köszönöm szépen, hogy van még néhány olyan hülye, mint én. De
szereti a zene, leszek én a tánc, hajnalig van remény. Köszönöm szépen, hogy elhoztátok nekünk magatokat. Hölgyeim és uraim, köszönöm vendégeimnek, Peterdi Gábornak, Beatles muzeológusnak, Hörger Gábornak és Steinbach Richárdnak, a Drifter című film alkotóinak, Oswald Marikának, Szentevajtnak, valamint a Kelemek Kabátban tagjainak, hogy amit mondani szokás jelenlétükkel emelték a mai est fényét. Legközelebb 2 hét múlva találkozunk ugyanebben az időben, ugyanezen a csatornán, vagyis a Dunán. Tartsanak akkor is velünk, addig is éljenek a csajok, kezeket a paplan köré meg se próbáljanak moszatlan gyümölcslevet inni, és ne feledjék, hogy Beethoven a zene Mozartja. Jó éjszakát kívánunk!